Alig vártuk, hogy vége legyen ennek a hosszú télnek, és a jó időben végre kicsit kimessünk, kimozdulhassunk, de azért a szabadidős tevékenységekkel sem árt vigyázni, ott is van miben óvatosnak lenni. Ezekről fogunk beszélgetni dr. Boros Ilona belgyógyász szakorvossal. Üdvözlöm! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és az első kérdés, amire ugye választ keresnénk, ugye az a napsugárzással és a meleggel kapcsolatos. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy egyre szívesebben megyünk ki szabadtérre, sportolunk, strandolunk, kertészkedünk. Mire kell ilyenkor nagyon vigyáznunk? Gondolom az első dolog maga a napsugárzás. Mire kell figyelnünk? Hát mindenképpen indokolt odafigyelni a napsugárzásra, a fokozatosságra. Talán ez lenne a kulcs szó, hogy fokozatosan igyekezzük napfényre kitenni szervezetünket. Szervezetünk vágyik a napfényre, és testünk, lelkünk kívánja, de vannak nézetek, ami szerint 2-5 perccel kezdve naponta, a délidőket természetesen kihagyva célszerű a nappal ismerkedni. Talán enyhébb még a tavaszi napsütés, bár ez nem biztos, hogy az idei évre vonatkozik, hisz meteorológusok azt mondják, hogy már júliusi hőfokon pereg az idő, úgyhogy rövidebb időt, felkészületlen a bőrünk, és igyekezzünk fejünket védeni, tehát ahogy mondtam, a déli időt kéne kihagyni, és inkább a délelőtti, délutáni órákba próbálni a napsugárnak kitenni magunkat. Jó lenne, hogyha arra kényszerül valaki, hogy délidőben is utcán legyen, és nem tud árnyékos helyet keresni, akkor sapkát, kalapot, vagy nagy Isten egy napernyőt venne elő, és úgy próbálná védeni magát. Maga a meleg, az kire a legveszélyesebb, mondjuk a vérnyomás problémákkal küzdőkre, vagy az idősebbekre, vagy mindenkire? Kinek kell különösen odafigyelni? Hát én talán azt mondanám, hogy csecsemőtől időskorig mindenkire veszélyes lehet a túlzott meleg, főleg a frontos napok, a hirtelen változások, de azért kiemelt fontosságú, ha valakinek magas vérnyomása van, cukorbeteg, akkor vagy hát egyéb olyan idegrendszeri betegségei követően érdemes jobban odafigyelnie, és érdemes a kezelőorvosát megkeresni, tanácsát kérni, hogy milyen mozgásforma lenne, milyen erősségű az, amely számára a legmegfelelőbb lenne, természetesen fokozatosan. Hogyha ízületi beteg valaki, akkor nem annyira a meleget, de a mozgásformák közül érdemes reumatológusával megbeszélni, mert például gerincbántalmaknál nem biztos, hogy a teniszezés a megfelelő, vagy erőteljesebb igénybevételt nem tanácsolnak számára, akkor megint csak a megfelelőt orvosi segítséggel, akár ha olyan szívbetegsége van, akkor a kardiológus terhelési próbával is leellenőrzi a fittettség állapotát. Nagyon fontos az, hogy a megterhelés az ne veszélyeztesse az adott egyént, például cukorbetegnél érdemes gondolni arra. Erre azért a cukorbetegeket szokták figyelmeztetni, hogy akár egy erőteljesebb kerti munka, vagy egy túra kapcsán hirtelen leeshet a vércukra, még akkor is, ha a normál táplálékot elfogyasztotta, de jó, ha készenlétben van a szőlőcukor, és tud magán segíteni, és gondolni arra, hogy esetleg egy inzulinos cukorbetegnek kevesebb inzulinra van szüksége, vagy plusz étkezést kell beiktatnia. Nagyon örülök, hogy a túrát említette, köszönöm, arról ritkábban van szó itt ebben a műsorban is, hogyha valaki most így ebben a tavaszi jó időben egy kirándulásra, egy túrára készül, és ugye nem gyakorlott, nem versenyszerűen túrázó ember, akkor egészségügyi szempontból hogy tud felkészülni erre? Mire kell odafigyelni, mire számítson, és mi az, amiben esetleg megvizsgáltassa magát, vagy csak amire számítson?
Hát elsősorban nem érdemes egy nagyobb túrára úgy elindulni, hogy előtte nem próbált meg akár a környezetébe kisebb-nagyobb sétákat tenni, mozogni, vagy lőrinci kertbe kertészkedni, hogy tehát edzettségét próbálja fokozni. De feltétlen fontosnak tartom, és ezt gyakran elkövetik ezt a hibát, hogy nem tájékozódnak arról, hogy mekkora az a túra, milyen terepviszonyok között történik, és milyen távolságra kell számítani. Érdemes arra gondolni, hogy a megtett túra általában visszafele is működik, és arra is kell az erőt, energiát tartalékolni. Fontos, hogy ha valaki betegségére gyógyszert szed, és azért elég sokan vagyunk, akinek szüksége van vérnyomása vagy egyéb betegség miatt, ne felejtse el a korai indulás miatt bevenni a gyógyszerét, vagy ha olyan problémái is lehetnek, amelyre esetleg sürgősségi gyógyszere is szüksége lehet, akkor legyen ott a táskájába. Fontosnak tartom, hogy megfelelő szellős réteges ruházattal induljon túrázni. A csomagját lehetőség szerint hátizsákba tegye, hogy kezeit tehermentesítse és könnyebben tudjon mozogni. Egy túrabot jó szolgálatot tehet, még az egészségesnek is, és nagyon fontos a megfelelő lábbeli kiválasztása, mert egy könnyű szandálba elindulva gyakran boka ficam lehet a következménye, és ez nem csak a saját, hanem esetleg a túratársak napját is megkeserítheti. Talán érdemes arra gondolni, hogy bár egy jó túravezető hátizsákjában azért ott van általában a segítség, hogy ne egyedül akarjon valaki elindulni, hanem ismeri a területet, hanem inkább túravezetővel csoportba induljon útnak. Ott meg tudják mondani, hogy hol tud megpihenni, esetleg megvárni a tovább haladókat, hogy visszafelé csatlakozik ismét hozzájuk, úgyhogy akkor gond nélkül és örömteli lehet a kirándulás. A másik nagyon népszerű mozgási forma így a tavasz végén, nyár elején, ugye ez a strandolás. Van, aki inkább strandra szeret járni, és van, aki a természetes vizeket kedveli. Összefoglalólag mit mondhatunk, hogy itt mire kell ügyelni? Tehát mire vigyázzunk leginkább akkor, amikor itt a jó melegben nekivágunk egy ilyen kalandnak? Hát egyrészt mindaz, amit elmondtunk, a napsugártól való védelem vonatkozik, a könnyű étkezés, az, hogy lehetőség szerint, ha nem vásárolni akar, akkor a becsomagolt étel az ne könnyen romlandó legyen, mert utára nem biztos, hogy fogyasztható, hogy bőven folyadék legyen, és fogyasszon folyadékot, és a kimelegedett testtel ne akarjon hirtelen a hideg, bármennyire kellemesnek tűnik a hideg vízbe huppanni, mert komoly szív problémát okozhat, akár végzetes gond is lehet belőle, tehát mindenképpen. Én annak örülök, hogy az iskolai oktatásban már ott szerepel az úszásoktatás, és így a gyerekeink már nagy részt biztosan közlekednek a vízbe is, de azért érdemes odafigyelni rájuk is, mert nem biztos, hogy maguktól eszébe jut, hogy ne a kihevült testtel ugorjon a Balaton vizébe. A nyár örök problémája, legalábbis most nagyon régóta probléma, ez ugye ez a kullancs. Hát most már egyre több információt kapunk arról, hogy igazából nem csak kirándulás közben szedhetünk össze kullancsot, hanem a közvetlen környezetünkben is. Ez igaz? Hát sajnos a tapasztalat szerint lőrinci kertekben is előfordul már a kullancs, és tulajdonképpen az írtása nagyon nehéz. Bizonyos vegyszereket be is tiltottak, tehát én azt gondolom, hogy akár a saláta, a zöld termékek nagyon gondos levelenkénti átmosását mindenképp indokoltnak tartom, és az, hogy legyünk felkészültek a kullancs támadása ellen,
hogy védőoltással tudunk védekezni. Hát a kulancs kétfajta fő betegséget okozhat, a kulancs enkefalitis, amely ellen védőoltás létezik, ami egy sorozatoltás, három oltásból áll, egy első oltást követően egy hónapra, és egy éven belül a harmadik oltást biztosítja a teljes védettséget. Érdemes télidőben megkezdeni ezeket az oltásokat, mert legalább két hét kell, amire hatását kifejti, és arra is gondolni, hogy a három oltással nem fejeztük be, mert három évenként emlékeztető oltást kell adni. Kulancsok másik rossz tulajdonsága, hogy lánykor néven is okoznak betegséget, ami ellen sajnos eddig még nincs védőoltás. A kirándulás vagy kerti munka utáni kulancsvizittel próbáljuk észrevenni, hogyha a bőrünkbe fúródott, mielőbb patikába kapható kulancskanál segítségével eltávolítani. Ha begyulladt már, akkor érdemes sebészt vagy bőrgyógyászt megkeresni. Annál is inkább, hogyha nagyobb kiterjedésű, akár tenyérnyi piros folt, duzzanat képződik, vagy lázas állapot is kíséri, akkor megvan a lehetőség megfelelő teszt végzésére, amely nagy valószínűséggel igazolhatja a fertőzést, és antibiotikum kezeléssel kivéthető, hogy esetleg évekre szóló betegség, ízületi bántalmak és idegrendszeri bántalmak alakuljanak ki. Ha valaki nem gondolt időben arra, hogy ezt az oltást kérje, akkor ezek a különböző kenőcsök, szprék biztosítanak védelmet, vagy nem érdemes bízni ezekben? Hát én azt hiszem, biztos, hogy valamit jelentenek, de hogy mennyiben a cégeknek reklámja erősebb, érdemes megpróbálni, de talán többet jelent, hogyha erdőbe zárt ruházatba megyünk, és azért ne hagyjuk el a test végig vizsgálását esténként, és ha kulancsot találunk, akkor mielőbbi eltávolítását gondolom biztonságosabbnak. Tehát ne esünk kétségbe, kizethetjük saját magunk is. Lehet. Hát ha valaki irtózik tőle, és nincs a családban, aki ezt megteszi, akkor lehet szakember segítségét kérni. Főleg, hogyha már gyulladt, nagyon piros a környezete, akkor lehet, hogy és ha beszakad a kulancs, nem sikerül elsőre eltávolítani, akkor érdemes sebészetet vagy bőrgyógyászatot felkeresni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a meghívást.